November 4-én Budapesten Spányantal Székesfehérvári megyéspüspök a magyar kultúra ápolása érdekében végzett munkássága, kiemelkedő nemzetszolgálata elismeréseként a Bethlen Gábor Alapítvány legrangosabb elismerését, a névadóról elnevezett díjat vehette át. Nagyon nagyra becsültem és nagyra értékeltem ezt az alapítványt és az általuk kezelt díjat, és amikor kaptam az értesítést, először azt gondoltam, hogy lehet, hogy ez egy tévedés, talán nem is egészen így van, hogy a titkárnak visszajeleztem, hogy akkor ez egészen biztos, és ezt így kell értelmezni, és mondta, hogy igen, természetesen ez egy megható és egy nagyon megtisztelő dolog volt az én számomra, nem számítottam rá, nem vártam, és nagyon örülök, büszke vagyok rá, hogy a kuratórium engem méltónak talált arra, hogy abban a nagyon neves közösségbe, akik rendelkeznek ezzel a díjjal az évtizedek alatt, megkapták már ezt, oda sorolhattak engem is. A díjátadón megerősítették Bethlen Gábor, Márton Áron, Teleki Pál szellemes egyben az alapítvány bethleni jelmondata: mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud tenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk. Ma is érvényes. Spányantal szolgálatát Lezsák Sándor, a kuratórium elnöke, örökké izzó, hamu nélküli parázsnak nevezte, kiemelve, hogy 4 gyermekes, sok üldöztetést elszenvedett családjából hitet, helytállást és mindszenti tiszteletét hozta, amit ma is őriz és átad a mindennapokban.